A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm az ünnepi beszélgetések valamennyi nézőjét. Napról napra igyekszünk érdekes témákkal, ünnepi hangulattal jelentkezni innen a Fehérvár Televízióból. Stúdiónk vendége Törő Gábor, országgyűlési képviselő. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, én is szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Köszönöm a meghívást. Hogyha az adventre gondolunk, az idei évben elmondható, hogy nagyon gyorsan elröpült ez az időszak. Talán egy kicsit jelzi ezt az is, hogy december 24-én volt ugye advent utolsó estéje, szentestével esett egybe, tehát egy kicsit ilyen rövidebb volt az az időszak. Ön hogy értékelte, mennyire sikerült a várakozás pillanatait átélni, illetve mennyire volt zsúfolt személy szerint az ön számára ez az időszak? Hát nekem úgy tűnik, hogy az adventi időszak egy héttel rövidebb. Egyik ismerősöm a gyermekével azt mondta, hogy azt a fordulatot választotta, hogy felírta a kisgyermek, hogy milyen ajándékokat szeretne, és hát mivel 4x7 az 28 nap alatt, ahány rosszaságot csinál, akkor annyit mindig lehúznak. És mivel közeledik a karácsony szenteste, így látta a gyermek, hogy most már nagyon kevés ajándék lehetősége van, és egyre jobbá vált, és várta az ajándékozást. Ez egy megható előadás volt, hogy a nevelésnek ez a technikája is megfordul a szülőknek a fejébe. Sok program volt egyébként, Móron is, Fehérvárra is sikerült eljutni, azt is láthattuk itt az elmúlt napokban. Hát azt gondolom, hogy az ember az idejét beosztva szinte majdnem minden iskolába ellátogat, akár templomi koncertek, iskolai előadások, Szent Kisróf otthonban voltunk, sérült gyermekeket látogattunk meg a vármegye elnökével, és ajándékot vittünk, de vidéken is ugyanazt mondhatom el, hogy az advent ez egy kiemelt szerepet tölt be az emberek életébe. Nagyon fontos az, hogy általában fellépők azok iskolások, így aztán az iskolást elkíséri a szülő, és a közönség is megvan. Úgy gondolom, ez a egymásra épülésnek a lehetőség, hogy az ünnepeket közösen töltsük el. Ez egy közösségépítő program, ahogy ön is említette. Hogy látja, hogy mennyit tudott ebben az időszakban épülni a közösség, akár a Szűkebb Pátriárkájában, de akár Fehérváron is? Minden civil szervezetnek a közreműködése sokat számít. Engem különösképpen meghatott most Móron az advent, amikor a borbarát hölgyek komoly forradbott mennyiséget főztek annak érdekében, hogy a helyi gyermekeknek ajánlják fel ezt majd később ajándékként. Úgy gondolom, hogy más asszonyok, helyi asszonyok kvircedét sütöttek, így aztán összességében, mikor az adakozás ilyen önkéntes, és egy üveg pohár van ott, és abba lehet bedobni a támogatást jelképes összeggel, azt gondolom, hogy ez egy olyan közösségépítő jelege tölt, amelyre méltán lehetünk büszkék, és hát tudjuk országosan is a jónak lenni jó példáján, hogy ha ezt helyben is végigvisszük, az csodákra képes. Ugye ilyenkor, ahogy ön is említette, nagyon-nagyon sok minden történik, és nyilván országgyűlési képviselőként nagyon sok helyszínre elmegy, nagyon sok akciót felkarol, de ugyanakkor ott van a család, hiszen azért mégiscsak ez egy családi ünnep. Gondolom, hogy közösen fel kell készülni az ünnepvárásra, ez így zajlott. Hogyan sikerült ezt megvalósítani? Hát nekünk nem egyszerű. Ugye a lányom december 22-én született, tehát gyakorlatilag mi a karácsonyt most pénteken fogjuk tartani, mivel a férje francia származású, ők majd felváltva az egyik évet Magyarországon töltik karácsonykor, a másik évet Franciaországból, ők most majd menni fognak Franciaországba, így aztán összehangoljuk, és már holnap díszítjük a fát, és jönnek az unokák. A főzés szokás szerint azt magamra vállaltam, már a kacsát megvettem, meg még majd jönnek a hozzávalók, de úgy gondolom, hogy a karácsonyi ünnep az mindig egy ilyen, hogy mondjam, nagy családi ünnep, mert ugye régen úgy volt, hogy a mamánál ünnepeltünk, mi is oda mentünk, mivel az ő koránál fogva most már
inkább mi látjuk el ezt a feladatot, mi vagyunk a központ, mi csináljuk a terítéket, a terítést, így aztán mindenki hozzánk jön. A fiamnak a kisgyermeke, felesége, a lányomnak, tehát magyarul a két unoka, anyósom, sógorom, így tartjuk közösen az estét, de nem 24-én, hanem 22-én kezdünk. Tehát akkor ez egy ilyen nagy össznépi, családi, bensőséges ünnep önöknél. A kacsát már ugye azt hiszem, hogy tavaly is beszélgettünk a kacsasütés hagyományáról, hogy az önre hárul a legtöbbször, de mi az, ami még az ünnepi asztalra kerül általában? Van-e valami olyan tradicionális hagyomány, ami csak az önök családjára jellemző? Hát nagyon sokan azt mondják, hogy a halászlét előben részesítik. Én megmondom őszintén, eddig mindig halászlé volt, de az unokák véget most a húslevesnél kötöttünk ki. Nagyon szeretik a sárgarépát bent a húslevesbe, és hát ha ironikusan felhívom a figyelmet, hogy ettől megtanulnak fütyülni, akkor bizony ezt követelik, mert a halászlevet nem nagyon eszik meg. Úgyhogy átváltottunk a halászléről húslevesre. Ez egy szokásos vasárnapi ebédnek tűnik, de hát alkalmazkodni kell az unokákhoz, a gyerekekhez, és hát a kacsa mellé természetesen jönnek a szokásos rántott húsok, lesz székelykáposzta is, úgyhogy ha valaki egy kis tejfőllel megspékeli, akkor mindenhez hozzá fog férni. A süteménysütés természetesen a nagymama és a feleségem vállalta magára, úgyhogy arra én is kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Lesznek-e hagyományos móri italok is az asztalnál, az ünnepi asztalnál? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nálunk az asztalon mindig móri borok, pezsgők vannak. Ugye, mint mondtam, születésnapot is ünneplünk, úgyhogy most már van móri borásznak kiváló vörösbora is, úgyhogy mindkettőt fel tudjuk szolgálni, és hát ez nálunk hagyomány, hogy a boros pohárra kocintunk. Amikor beszélgettünk erről az alkalomról és időpontot egyeztettünk, akkor arra kértem, hogy hozzon magával valami fontos dolgot, vagy meghatározó dolgot, és hát a nézők láthatják az asztalon, hogy itt látható két üveg, ezeket hozta magával, de miért éppen ezekre esett a választása? Hát ugye móron nagyon fontos, hogy mindenkinek van munkája, és nagy részt az iparterületen dolgozik, de azért mégis Mór települése több lábon áll, ott van a vadászturizmus, a horgászturizmus és a borturizmus. Hát most egy nagy halat mégse hozhattam ide az asztalra, vagy egy vaddisznót, úgyhogy gondoltam, volt egy beszélgetésem egy borásszal most, és most tájékoztatott róla, hogy ebbe az évben mint egy 1,5 millió palack bort sikerült eladni. Ilyen a mostani körülmények között. Az egy kiemelkedő szép eredmény. Így van. Azt gondolom, Fejér megyében nincs más borászat, aki ennyi bort el tudott adni. Őt azt is mondta, hogy a jövő évre lekötött szerződések alapján vélhetően májusra lehet, hogy elfogy a bora, úgyhogy ez legyen a legkisebb baja. Úgyhogy az ő borából és pezsgőből hoztam ide egy bemutatót. Ráadásul a fehérváriak is ismerik, mert hisz rendszeresen kitelepül itt a királyi napok környékén. Vagy a jazz fesztiválon, hogyha jól így emlékszem. Van, igen. Így van, a Fezenes is, úgyhogy azt gondolom, hogy ha ezt megismerik, akik még nem ismerik, akkor az egy jó dolog lehet. Sőt, hát, hogy ahogy említett, hogy mennyire fejleszt, meg fejlődik ez a cég, azt is elárulhatjuk a nézőknek, hogy én magam is jártam az üzemben, ahol folyamatosan tényleg korszerűsítik, és a legmodernebb technológiákat szerzik be. Hát úgy gondolom, hogy a Magyarországon most már ő az első ötben technológia alatt bent van, földterülete megvan hozzá, közel egy 150 hektár, tehát azt tudjuk elmondani, hogy ez a szőlő, amit termeszt, az tőként termett, és hát az elért eredmények, akár a vinagórán, akár a borversenyek, az bizonyítják, hogy a móri borászok jó bort készítenek. Nem az jön vissza, mint történt régen, hogy Móron van az Ezer József egy savanyú bor, hanem bizony minden borásznak 5-6-7-8 féle bora van, és azzal egy különleges kóstolót tudnak biztosítani az oda látogatóknak és a helyieknek is. Ehhez nyilván szükség van a bor, a borászat, a szőlő művelés szeretetére, de kellett egy adag lokál patriotizmus is, gondolom én. Hát ez a nehezebb dolog. Tehát az idősebbek művelik a szőlőt, készítik a bort, de az utánpótlásnál én látok problémákat.
főleg a kisebb borászoknál. Szerintem az értékesítés nekik sokkal nehezebb. Ebben nyilván mind a kormányzatnak, mind az önkormányzatnak feladata van, és segíteni az ő munkájukat, hogy ne adjanak fel azzal a termesztéssel, borkészítéssel, ami jelenleg folyik, mert ha minél több borászat van, ez a versenyt, a különböző felhozatat biztosítja azok részére, akik nem csak egy borászatra kíváncsiak, hanem több pincét meg szeretnének látogatni. A hány pince, annyiféle bor, annyiféle dülő, úgy gondolom, hogy ez az ország minden más területén így van. Móra egy kis borvidék, de mégis tudja azt biztosítani, hogy nagyon sok pincét meg lehet látogatni. A 2023-as évet, hogyha nézzük, akkor ön szerint mi volt rá jellemző? Mennyire tudta a gazdaság a stabilitását megőrizni, akár itt a térségben, vagy akár Székesfehérváron? Hogy látja, hogy mit hozott a 2023? Hát, mint politikus azt kell, hogy mondjam, hogy én úgy látom számomra, legalábbis úgy érzem, hogy a 2023 év egy nagyon nehéz év volt. Talán 2012 óta az egyik legnehezebb időszakon vagyunk túl. Ha ne felejtsük el, hogy volt egy kétszeres Covid-járvány, egy rendkívüli aszályos időszak, majd utána jött az ukrán háború, annak minden következményével, szankciós és háborús inflációs következményével. Ugye a 2023-nak eleve úgy vágtunk bele, hogy hogyan tudjuk letörni évvégére az inflációt. Egy komoly feladatot jelöltünk ki, hogy ez legyen 10% alatt az évvégére. Hál' Istennek sikerült már október végére, de ezzel a munkával még nem végeztünk, mert ez át fog húzódni 2024-re is. Úgy gondolom, hogy a 23-as év fejlesztések szempontjából pont egy olyan időszakhoz ért, amikor az előző EU-s ciklus kifutóban volt, a következő még nem ért be, tudjuk, hogy komoly vitáink vannak Brüsszellel, így aztán azok a fejlesztések, amik most zajlanak, azok kifutóban vannak, de amik meg futnak a következő ciklusból, azt meg maga a kormány finanszírozza elő, amelyet majd nyilván utána vissza fogunk kapni Brüsszelből uniós forrásként. Összességében azt tudom mondani, hogy a gazdaság egy bizonyos időszakban stagnált, és abban bízom, hogy mostantól kezdve pedig egy növekedési pályára áll át, és a 24-est meg már eleve úgy látom, hogy az Unióban az egyik legerősebb növekedéssel tudunk Magyarországon számolni. Ugyanakkor azért azt elmondhatjuk, hogy voltak komoly fejlesztések, mondjuk például Maroshegyen bölcsöde készült, és számos egyéb fejlesztés hát, azért megvalósult. Céloztam rá, hogy azért 23-ban kifutóban voltak a fejlesztések, így aztán az avatások meg sokszorosodtak. A Maroshegyet már említette főszerkesztő asszony, de el tudom mondani, Polgárdiba közel 1 milliárd értékbe, bölcsőde óda egybe, Sárszentmihályon 700-800 millió forintos értékbe óvodaépítés, bölcsődeépítés Szabadbattyán, csak hogy a vidéket is említsem, Kőszárhegyen komoly vízrendezés zajlik. Ugyanezt el tudom mondani, hogy Iszka-Szentgyörgy környékén bölcsődeépítés volt Magyaralmáson. Most indul egy egészségház építése Bakoncsernyén, Móron egy egyházi iskola fejlesztés, Székesfehérvárt, hogy ki ne hagyjam, hát ott nagyon komoly fejlesztések voltak, a Ciszterci gimnázium, illetve hát a legnagyobb a szabadidő központ, az új sportcsarnok építése, amelynek most lesz lassan az átadója, ha használatba vételi engedélyek is megszületnek. Azt gondolom, hogy összességében akkora fejlesztések zajlottak, mint az országban, mint Fehér megyében, amely talán itt a 20.-21. században még soha nem volt. A közösséget már említette meg, hogy a közösség építése mennyire fontos dolog. Azért talán azt is elmondhatjuk, hogy a Covid sújtotta idők után, talán az idei esztendő volt az első olyan, amikor szinte maradéktalanul megvalósulhattak a programok, ahol azért szép számmal részt is vettek az emberek, szükségük volt már erre a kis térre, meg a sok-sok színes rendezvényre. Igen, és azt is tudom rá ezt mondani, hogy éltek is a lehetőséggel az önkormányzatok, ha csak a megyeszék helyett nézzük, Székesfehérvárt is, tehát beleadtak mindent, olyan rendezvények voltak, és a látogatottság is hatalmas volt, de ugyanezt tudom elmondani a vidéki településeken is, az én választókörzetemben mindenhol
újraélett, ha úgy tetszik, a helyi turizmus, újraélettek a különböző fesztiválok. Hát én csak gratulálni tudok a polgármestereknek, mert mindent elkövettek annak érdekébe, hogy a lendület, az a 2019-es turisztikai lendület az újra éledjen, és közel hoztuk is azokat a számokat. Én jól látom, hogy azok a vendégéjszakák is, amelyek itt, ahol szállás lehetőségek vannak, megvannak, ami már voltak 2019-ben, de a fogyasztásban is talán észhöz térünk, és visszatérünk a COVID előtti időszakhoz. Ugye ilyenkor mindig van mód egy kicsit előre is tekinteni a beszélgetés során. 2024-el kapcsolatban mit gondol, milyen lesz az esztendő, milyen kihívásokat, eredményeket tartogathat, hogy látja? Hát én bízom benne, hogy minél hamarabb elérjük környezetünkben a békét, és a béke alapja lehet annak, hogy egy kedvező körülmények között a magyar gazdaság jó prosperáljon. Bízom benne, hogy a vitás kérdéseket sikerül lezárnunk Brüsszellel, ezáltal a nekünk járó uniós források érkeznek Magyarországra, és ezáltal a gazdaság is komolyabb lendületet vesz. Azok a fejlesztési elképzeléseket, amelyeket közösen az önkormányzatokkal a top pluszban is átbeszéltünk, azok működni fognak. Ezáltal a helyi települések, az emberek azt fogják érezni, hogy valóban egy növekedési pályára állt át az ország, itt a környék is. Úgy gondolom, hogy ha mindez jól jön ki, akkor érezhetően már a reálkeresetek is növekedni fognak, és ha családok gyarapodnak, akkor véleményem szerint jó úton járunk. Számomra az a fontos, hogy ezt ők is érezzék. Milyen kihívást jelenthet akár a választás, hiszen 2024-ben ugye helyhatósági választás és EP választás is lesz ön szerint? Hát azt tudom mondani, hogy hát nyilván most a választás még odév van, június 9-én, de hát... A kampány azért már tart, mondhatjuk igen, azt. Igen, mindenki arra készül. Véleményem szerint a politikai pártok igyekeznek túl lenni az ünnepeken, és aztán akkor szép lassan rá kanyarodnak a kampányra. Én bízom benne, hogy mivel elfogadtuk a szuverenitási törvényt, így külföldről a magyar választásokban már nem tudnak beavatkozni, és az emberek szavazatukkal azt az irányt fogják támogatni, amit mi véleményen szerint eddig is képviselőtünk, egy független Magyarországot továbbra is, és hát ha a bizalmat az önkormányzatokba belehelyezik, akkor olyan kiváló városvezetőink vannak, akikkel érdemes tovább folytatni ezt a munkát. Én, mint országgyűlési képviselő azt tudom mondani, hogy itt Székesfehérváron baráti a kapcsolat, én bízom benne, hogy ez is fog maradni, és bíznak Fehérváron is Cserpalkovics András polgármester úrban. Végezetül még egy utolsó kérdés. Hol tört a szilvesztert? Móron? Hát még nem tudjuk. Van egy meghívásunk külföldre. Ha úgy alakul, hogy belefér abba az időszakba, hogy lesz egy jótékonysági rendezvény 27-én, és utána ki tudunk menni néhány napra, akkor elutazunk külföldre. Ha nem, akkor természetesen Móron, de az az igazság, hogy Móron mindig a otthoni környezetben, tehát most már az az időszak lejárt nálam, hogy elmenjünk bulizni, hanem ha otthon a szilveszteri hangulatot feleségemmel végigcsináljuk, a fiam tőlünk 100 méterrel lakik az unokával együtt, és most ugye ott jön a második unoka, és hát a éjfélkor a teraszról meg tudjuk nézni a tűzijátékot, tudunk ott szintani, és boldog új esztendőt kívánni mindenkinek. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat az idei évben is. Én is köszönöm szépen a meghívást, és mindenkinek áldott békés karácsonyt, és boldog új esztendőt kívánok. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, ünnepi beszélgetésekkel, természetesen holnap is várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban, és ezt a beszélgetést pedig visszanézhetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra! A
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.